Sziasztok, majok! Szinti vagyok, és a mai videómban ki fogom bontani az én Secret Santa ajándékdobozomat. Az a helyzet, hogy a mai napon megérkezett hozzám az én Secret Santa Mikulásos dobozom. Tavaly is volt már ilyen a booktuberek körében, és most ugye én is azzá váltam, ezért én is belekerültem a Secret Santa húzásba. És hát a mai napon megérkezett hozzám az én dobozom, amit most ebbe a videóba fogok kibontani előttetek. Nézzük is, hogy miket rejt ez a doboz, mert már nagyon kíváncsi vagyok rá. Az a helyzet, hogy délután érkezett hozzám, viszont nem tudtam belenézni, nem tudtam videót felvenni róla, mert mennem kell dolgozni, és most nagyon sötét van már, és este, és nagyon rosszak a fények, és fáradt vagyok, de ezt a videót fel kell venni, hogy lássátok meg, egyébként is nem tudnék aludni. Szóval bontsuk ki ezt a dobozt. Egyébként Erikától kaptam ezt a dobozt, ezután is köszönöm szépen neki, és nézzük is, hogy mik vannak benne. Az első, amit kivettem belőle, az egy KitKat csoki. Csoki az mindig jó ilyen, és köszönöm szépen, hogy figyeltél arra, hogy nekem a KitKat az jöhet, mert ebben nincs mogyoró, ezt tehetem, szóval ez már szuper. Ilyet fel is teszem. Kalandjaim a táskában, ezt nézzétek! Hát ez gyönyörű! Egy kis vászontatja, de milyen szép könyves! De jó! Jaj, nagyon szépen köszönöm, Alexandra kiadó, de jó! Ilyet nem is láttam még, ez nagyon jól néz ki. Köszönöm szépen! Ezt is valahogy fel kéne tenni, hogy látszódjon. Kaptam egy levelet is. Jaj! Jaj, egy nagyon aranyos kis üzenetet kaptam, ezt most nem olvastam fel, de nagyon kis aranyosat, köszönöm szépen! Ezt is ide tesszük. Húha, látom a könyvet. Ups! Kis bubik. Na, egy gyertya. Nézzétek milyen cuki. Ez nagyon aranyos. Hát ez karácsonykor tudja, hogy meg fogom gyújtani. Nézzétek milyen aranyos. Oda vagyok. Nagyon szupi. Szép. Illata az talán nincs, de... De nagyon szép egyébként ilyen. Kis, tök jól néz ki. Őt meg ide fölteszem, ahogy bátódás érje itt a videó során. Kinder csoki! Szuper! Őt is ide fölteszem. Na. Nézzétek! Rénszarvasos bögre! Imádom a bögréket, bögréből sosem elég, és hú, hát ez nagyon szép, nagyon tetszik ez is. Kis fehér egyszerű, de hát a kis jó. Kis karácsonyi, kis egyszerű. Ebben nagyon jó lesz kávét inni reggel. Hát is ide felteszem. Mikulásos KitKat, de jó, ezt nem is ettem még. De szupi! Ez annyira aranyos, hogy úgy döntöttem, hogy ezt majd csak a szülinapomon fogom, a 21. születésnapomon fogom megenni, kis Mikulás, úgyis december végén van, szóval addig meg kell próbálnom félretenni. Jaj! De aranyos! Ezt nézzétek! Hát ez nagyon cuki! Kinderla! Milyen aranyos ez a mackó itt! Ez is nagyon finom csoki, mert lélekmelengető krémpuding. Ez nagyon jó! Ezt nagyon szeretem az ilyeneket. Milyen jó neve van, lélekmelengető. Ezt nem is láttam még. Na, ez jó lesz egy fáradt nap után, jól fog esni, vagy reggel. Szeretem az ilyeneket. Ajándékozz meg magad egy mosolyát. Hát sikerült. Ez tök jó. Köszönöm. Bounty! Imádom,
nyom. És ha minden igaz, akkor már csak a könyv van. És hú, nagyon kis cseles, hogy ezt így becsomagolta, hogy ne tudjam véletlenül se. És azt nézem, hogy van rajta itt valami, és ezt olyan tesz. Húha. Itt van rajta valami, Merry Christmas. Ez ilyen kis medál. Ezt nem vágom el, mert ez lehet, hogy ez így együtt van. Olyan kis cérnára. De fain. Na mindjárt mutatom nektek is, hogy miért hihegek itt. Ups, elszalad. Pici kis fenyőfa. Meg egy... Aj, elszalad. Olyan picika, hogy elszalad. Ez meg ilyen... Christmas-os. Meg ilyen Christmas-os felirat. A kezem nem koszos, csak ez is nitrátos. Igen. Ez nagyon aranyos. Ez most nem tudom igazán, hogy ez nyaklánc, vagy mi, de... Tök szép. Ezt ide teszem. Jó. Na és akkor jöjjön a pillanat, lássuk milyen könyvet kaptam. Egyébként volt már pár megjegyzésem, ugye csináltunk egy kívánságlistát magunknak, hogy ezek közül melyiket szeretnénk. És nekem valahogy az volt az érzésem, hogy a Verityt fogom kapni. Nem tudom. Meg egyébként azt álmodtam is valamelyik nap, hogy a Verityt kaptam a BookTube Secret Santába. Szóval most meglátjuk, hogy mennyire jött be. Úgy látom, hogy nem jött be, de a másik tippem a kis tüzek mindenütt lett volna, és úgy néz ki, hogy ő lesz az. Na nézzük. Igen! A kis tüzek mindenütt! Igen! Ó! Jaj! A Verity meg erre gondoltam, ez a kettőre, hogy ezt talán. Egyébként könyvesboltban dolgoztam, és pont ma néztem, hogy ú, de jó lenne ezt így olvasni. Aztán eszembe jutott, hogy nem vehetem meg, mert hogyha véletlen pont azt kapom. És hát, ó, nagyon jó. Köszönöm szépen, szuper könyvválasztás, nagyon örülök neki. Nem ígérem, hogy ebbe az évben még elolvasom, de jövőre biztos el fogom olvasni, mert nagyon kíváncsi vagyok már rá, meg ez a gyönyörű borító, oda vagyok. Nagyon szépen köszönöm. No, hát ennyi csodálatosan szép dolgot kaptam Erikától, nagyon szépen köszönöm neki. Teljes mértékig mosolycsált az arcomra, nagyon jó lett a könyvválasztás, a csokikat az mind nagyon jó. Köszönöm szépen, hogy a mogyoró allergiámra figyeltél, így én nekem is lehet csoki az ünnepbe. A könyves vászontáskát, ez meg gyönyörű, hát oda lőtt meg a bögré is, meg a Mikulásos kikét, minden nagyon jó, mindnek nagyon örülök. Nagyon szépen köszönöm még egyszer, és hát boldog Mikulást mindenkinek! Nézzétek majd, hogy a többiek is remélem ugyanilyen jó kis csomókat kaptak, mint én is, legalább mindenki annyira örül. Hát ez egy nagyon szép ünnep lett most így ilyen kis ajándékcsomaggal. Nagyon örülök, hogy a BookTuber közösséghez tartozhatom, és hogy ebbe az első Secret Santázásomba részt vehettem. Remélem, hogy az én húzottam is legalább olyan boldog, mint én a csomagbontása közben. Köszönöm szépen, mert néztétek ezt a videómat, ha tetszett, nyomjatok egy like gombot, illetve ne felejtsetek el feliratkozni lent a csatornára. Találkozunk a legközelebbi videómban is. Sziasztok!